Jó estét kívánok a heti jégbüfé nézőinek. Azért nem tudom a vigyort letörölni magamról, mert Hegyi Barbara itt annyira helyes volt, egy fél perccel a főcím megjelenése előtt mókáztunk azzal, hogy ki hány éves, és hát piszkosul fiatal. Piszkosul nem. Ne vágjál képeket, ahhoz képest, hogy tulajdonképpen régóta emlékszem rád a színpadról. Az az igazság, hogy megnéztem, hogy milyen sok filmben is játszottál, de valamiért a filmek nekem kevésbé voltak meg, vagy azért, mert nem tudom, miért nem voltak. A kezdetén volt sok film, és aztán egy jóval kevesebb lett. Aztán jött egy sorozat, egy pár sorozat. És hát aztán, persze, a sorozat emlékem megvan, aztán, mert hiszen... aztán keveset forgattam. Azt imádták a magyar televízióban az életképek. Ugye az volt a Horváth Ádámnak a Szomszédok után kitalált sorozata, és azt mindenki nagyon bírta. Mi is nagyon szerettük, mert sok olyan kollégával dolgozhattunk együtt, akivel egyébként normálisan nem találkoznál a színház berkein belül, mert nem egy színháznál voltunk tagságban. És remek kollégák voltak, és nagyon élveztük egymás társaságát. Úgyhogy az nagyon jó emlék. És én ahányszor elmegyek ott a Pasaréten egy villa mellett, amelyik helyszíne volt az életképeknek, akkor mindig rátok gondolok, meg a Horváth Ádámra, mert egyszer mutatta, hogy az ott a helyszín, az egyik helyszín. Igen. Na jó, szóval azt akartam, a mai értekezletnek több tárgya van, az egyik tárgya az, hogy ütöd el az időt a karanténban, miközben, illetve hát nem karantén, hanem egy hát ez fél karantén most. Fél karantén, igen. Vagy még tavasszal nehezebb volt. Mert tavasszal, akkor komolyan tavasszal konkrét, nem, tavasszal ha? Konkrétan be voltunk zárva. Most azért lehetett próbálni. Most az lett a színházak új tematikája, hogy legalább próbával tudjuk a hasznosát tenni magunkat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen Mirellitre készülnek előadások. Nekem a múlt héten volt egy bemutatóm. Persze. Zoom bemutató? Nem. Talán 4 ember ült a nézőtéren. Fizikailag 4. Igen. Rögzítettük, hogy nyáron, hogyha lehet játszani, ha megnyitnak a színházak, akkor kiolvasztjuk, mint egy rendes Mirellitet. És milyen dolog így Mirellitre gyártani? Tehát, hogy úgy ahhoz érzed, képes, mint hogy nem, ahogy egy bemutatónál érzed magad? Ahhoz képest, hogy nem dolgoztam volna, ahhoz képest csodálatos. Mert egyszerűen a mi szakmánk az nem jegelhető igazán. Szóval, hogyha nem gyakorlod, akkor valahogy az érzékeid eltunyulnak, ellustulsz, az agyad, valahogy egyszerűen ezt karban kell tartani. És ahhoz nagyon kell, hogy szöveget tanulj, nagyon kell, hogy reagálj másik partnerre, hogy elemez, hogy célokat találj a színpadon. Tehát, igen, hogy egy fizikailag üres tér, mert a 4 néző az 1100 fős Víg színházban az ugye olyan, mintha üres lenne. Tehát, hogy egy üres nézőtérnek játszani, az érzésben el tudod érni azt, hogy olyan legyen neked, mint hogyha tele lenne a nézőtér? Ez speciál most nem a Víg Színházban történt, ez egy független előadás, és ez a Karinti színpadon volt, de ott sem, vagy Karinti Színházban, de ott is riasztó egy üres nézőtér. A Vígben nekem ilyen típusú megpróbáltatásom nem volt, a Pesti Színházban volt december 8-án, amikor a Kő streamelt előadását premierként megcsináltuk, és az egy nagyon fura, egyrészt nagyon furcsa maszkban dolgozni, maszkban próbálni hosszan, miközben lemondasz egy nagyon érdekes metakommunikációról, a rendező alig hallja, hogy mit mondasz a maszkon keresztül, szóval az is nagyon megpróbálja az embert, de utána elkezdeni játszani és arra gondolni, hogy a kamerák végén ülnek, és ezt nézni fogják Ausztráliától kezdve, Dél-Afrikán át, ahol csak rákapcsolnak, abban azért van valami nagyon vonzó. Egy egész más tapasztalat, mint ami egyébként normális. De csak utólag derül ki, amikor kapod Ausztráliából a visszajelzést. Hát előtte nagyon erősen reménykedsz, hogy az majd így fog történni, és aztán amikor tényleg történik, akkor azért az boldogság. Nem ez a színház igazi
természete, hogy így játszunk, de, de az élet most annyira felborult, hogy ezt igen. adja. Tehát... Hogy, és egyébként ez is jobb, mint nem csinálni semmit, és, igen, és nagyon... interjút csinálni se olyan jó, amikor online készül egy beszélgetés úgy, hogy közben azon rettegek, hogy szétesik, vagy nem esik szét, hogy egy hatásszünetet tart, akivel beszélgetek, vagy kidermett, vagy megdermett az internet. Tehát, hogy az is egy nagyon stresszes dolog, de az is jobb, mint a semmi. Tehát... Valahogy tanuljuk ezeknek ezeknek a megnyilvánulásoknak miért a, így fogunk a játékszabályait. Nem, talán nem, de, de azt lehet mondani, hogyha még egyszer egy ilyen helyzetbe keverednénk, akkor már felkészültebbek leszünk, és talán megtanulunk valamit ebből a fajta kommunikációból, ami nem baj, ha már így hozta az élet. Amikor egyébként ennek a beszélgetésnek az az előzménye, hogy valakit elsodort a Covid az én vendégeim közül, és fölhívtalak, mert veled vagyok olyan viszonyban, hogy nem tudsz kihúzni a lekvárból engem, mert hiszen el kéne gyere, és akkor mondtad, hogy majd utána nézel, mert elvileg próbálsz, és utána sajnálkozva visszaírtál, hogy nem, mert nem tudom, összpróba van, vagy micsoda, és hogy teljesen olyan volt az élet, majdnem, mint hogyha ha a normális medrében folyna. Teljesen az volt az illúzió. Mert, a te mert, életed úgy megy, ahogy eddig megy. Én törekszem is rá. És nyilván nem kis erőfeszítésbe kerül, de szeretném azt hinni, hogy azt remélni, hogy mindennek ellenére kézben tudom tartani az életünket, és tudom biztosítani azt a idézőjelben normalitást, amitől még úgy gondolom, hogy nem esek végleg depresszióba, és nem... Hát egy kicsit sem látszik rajtad semmi ilyesmi. Velem is gyakran előfordulnak rossz gondolatok, amikor azt gondolom, hogy nem tudok megoldani szituációkat, mert nem mindig rajtam múlik, és akkor sem mindig tudom megoldani, amikor rajtam múlik. De hogy az nekem nagyon sokat segít, hogyha tudom, hogy van dolgom, hogy van mit csinálni, hogy kell is mit csinálni, mert különben szétesik az időm, és ha bármit csinálhatok, akkor rossz felhasználó vagyok. Szóval, hogyha nincs tervem saját aha. magam idejével. Egyébként pedig azt nem hoztad szóba, ami szerintem a te elmúlt pár hónapodból tényleg szívenütős volt, hogy az öreghölgy látogatása, az, tehát ketté vágta a Covid azt a szerintem remek szerepet, amit hirtelen megcsíptél. Jó, hogy lesz, tehát én abból indulok ki, hogy ezt én majd én megnézem rendesen a Vígszínházba, hogy elterpeszkedek, és akkor megadom a módját, és úgy fogom látni. Nagyon jó lenne, ha így történne. Hát csak nem döglünk így meg öröké nézével. Nem, semmi esetre sem. Streameléssel. De hát látod, ez is a mostani idők nehézsége, hogy hirtelen kellett beugranom az öreg hölgybe, nem számítottam rá, forgatni mentem volna. Nagyon kedves kolléganőm, Bölcsök Enikő helyett kellett beállnom, hogy ő gyógyulhasson. Helyette kellett beállnom az öreg hölgybe, és próbáltuk végig, és október elején eljátszottuk talán négyszer. És ez azóta becsomagolva, lezsírozva ott áll a sarokban. És ha most arra gondolok, hogy talán ebben az évadban már nem fogunk játszani, akkor azt én legközelebb szeptemberben fogom. Úgyhogy most azon vagyunk mindannyian, és hát a színház vezetése Rudolf Péter, aki igazgatja a Vígszínházat, azonban, hogy ezek az előadások ne kerüljenek olyan messzire, mert aztán a felújító próbák is végeláthatatlan sorba jönnének, és nagyon hosszan tartanának, mert egyszerűen olyan messzire került tőlünk az előadás, hogy újra kell előről kell kezdeni. És hogy ez ne történjen, ezért így most azokban az időkben, amikor van egy kis szabadság, akkor ezeket megpróbáljuk újra elővenni, és kvázi lejátszani. És ugyanolyan lelkesen neki tudtok állni, jó, te főszereplője vagy ennek, tehát te talán igen, de hogy mindenki, aki, hogy mondjam, ez szakmai kérdés. 13 perces közreműködők, azok ugyanolyan lelkesen szánják rá a semmire egyébként a délelőttjüket, hogy majd lesz egyszer ebből valami szeptemberben, csak hogy el ne felejtsük, csak hogy tudjuk. Ez nem, szörnyű ez lehet, nem? De ez így van, tehát hogy mondjam, mindannyian ezért
dologért küzdünk, hogy összeálljon egy előadás, és nem mindig főszerepeket játszol, hanem amikor kisebb szerepeket játszol, vagy éppen csak egy epizód szerepre mész be, de attól még a dolgot tartani kell. És te tudtad szeretni ezt a szerepet azért, mert Bölcsök Enikőt helyett, hogy ő gyógyulhasson, aztán sajnos meghalt. Vetted át tőle segítségül? Tehát, hogy egyáltalán magadénak érezted akkor, amikor beugrottál helyette? Egy fantasztikus szerepről beszélünk. Igen, azért mondom. Tehát, amikor megszoktam a gondolatot, hogy ezt innentől kezdve nekem kell, megcsinálni, onnantól kezdve nagyon sok örömöm volt benne, és nagyon jó munka volt. Maszkkal, nehezített pályán, ki lesz covidos, ki nem lesz, 50-en voltunk a színpadon. Tehát nagyon, nagyon körültekintően kellett dolgozni. De te voltál covidos, az még előtte volt? Az utána volt. A kőcímű előadást próbáltam ott, november elején kaptam el. És igazán én azon szerencsések közé tartozok, aki, ha nem szólnak neki, nem is veszi észre. Úgyhogy nekem szavam nem lehet. De az Öregkönyvnél ez még nem állt fent, úgyhogy ott nagyon körültekintően kellett próbálni, és egy nagyon jó próba folyamat volt. Mert mindenki nagyon örült, hogy újra együtt vagyunk, hogy csinálhatunk valamit. A Péterrel én most dolgoztam először, mint rendezővel, úgyhogy nekem jó élmény volt. Annak ellenére, hogy csak négyszer ment. És akkor ebből az a reményed, hogy lesz még igazi előadás sorozat? Persze. A színház vissza fog egyszer csak állni a saját menetébe, és akkor inkább az, hogy abban a kondícióban legyél, mint akkor voltál, és azt tud hozni, ha nem többet, mint amit akkor tudtál. Előnyös társulati tagnak lenni ezekben a vadidőkben, amikor előadások nincsenek, és legfeljebb a repertoár karbantartása és a színészek pszichés karbantartása miatt van próba, meg szerintem, összetartás. Szerintem társulati tagnak lenni mindig nagyon jó, mert egy családhoz tartozol, és 25. éve vagyok a Víg Színház tagja, és nagyon nehezen tudom elképzelni magam más társulatban, de hát egyelőre nem is kell. De közben kipróbáltam időnként más helyszíneken és más társaságokkal is játszom. És az nem inspiráló? És az is nagyon élvezetes. Tehát, hogy az, hogy mindenkiben közös a cél, és mindenki ugyanazt akarja, hogy egy előadás ragyogó legyen, és a lehető legtöbbet menjen, és a nézők boldogan távozzanak a székükből, ez persze egy közös akarat, ami nagyon hasonló mindenhol. És hasonlóak a fájdalmak, és hasonlóak a problémák, amiket meg kell oldani, és jó időnként új közegbe kerülni, de hazamenni azért mindig csodálatos. És van fizetésetek, ami a Covid idején hát nem elhanyagolható. Meg kell mondjam, ez egy olyan kivételezett helyzet, hogy efelől mi nyugodtak lehetünk, és meg kell mondjam, borzalmas arra gondolni, hogy a kollégák hogyan tudnak egyik napról a másikra valamiféle bevételhez jutni. Egyszerűen nem csoda, hogy egy csomó ember elhagyta ideiglenesen a pályát, és elkezdett valamilyen más munka után nézni, hogy igen, hogy és megjelhessen. Azt hiszem, hogy azt egy pár éves korig lehet, tehát hogy az korhatárilag behatárolt, hogy meddig lehet vidáman elmenni netpincérnek, mert most arra van igény, és van robogója az illetőnek. De azt nem lehet már, nem tudom én hány évesen, 50 fölött szerintem lehetetlen ilyeneket csinálni. Na, de valamit ki kell találni. Valamit ki kell találni, úgyhogy ez nem szörnyű kényszer. Amerikában szokás, hogyha valakinek éppen nincsen munkája. Szerintem most már itt, tehát az, hogy szokás, ha nem is, tehát kikényszeríti az élet. Tehát ha nem is volt eddig szokás, innentől kezdve, én mindig azon gondolkozom, hogy mit kellene csinálnom, hogyha ilyen helyzetbe kerülnék, és biztos, hogy... Szokáskönyvet írni. Hiszen 12 éve megnéztem tegnap, amikor készültem arra, hogy itt találkozunk, hogy mikor csináltál te szakácskönyvet, amikor
amikor a Klubrádióban a szakácskönyvről beszélgetünk. Tényleg 12 éve? És megszámoltam, és 12 éve, képzeld el. Illetve 12-ben az nem 12 nem. éve, hanem az 9 éve. Jaj, de jó. Én meg a nagy mert olyan nagyon messzinek tűnt ez a 12. Nem 12, hanem 12-ben jelent meg, csak hülyeségeket beszélek most itt. Szóval, hogy iszonyú régen volt, de hogy nagyon, nagyon lenyűgöző dolgok voltak abban a szakácskönyvben, imádtam. Ez egy olyan izgalmas kaland volt, hogy ebbe belevágtam, sose gondoltam volna, és nagyon, nagyon nagy szeretettel gondolok arra az időre, mert egy nagyon nagy kreativitást igényel, egy csomó mindenhez való visszanyúlást. Több, mint egyszerűen csak jól megcsinálni egy ételt. Ez sokkal több volt már csak azért is, mert főleg az első könyvben ott az volt a cél, hogy azokról az ételekről készüljen egy összeállítás, amiket mi mindig szoktunk enni a családon belül, és ezek mind valahonnan ránk maradtak, nagyitól, a nagynénémtől, az anyám nagynényétől. És szerettem volna, hogyha ezek az engem körülvevő és az én életemet nagyon alaposan, erősen meghatározó hölgyekről valami fennmaradna. És ezért nagyon sokat kellett velük foglalkozni. Tehát, hogy azon túlmenően, hogy a receptek vannak a könyvben, hogy recepteket kellett újra lefőzni, kimérni, mindenfélét csinálni. És mindig úgy összejött, mint amikor fellépése volt az ételnek, mint máskor, amikor csak úgy megeteted a családoddal? Az én férjem bizonyos Zorán szokta azt kérdezni tőlem, és ezt meg tudod csinálni még egyszer ugyanígy? És akkor mindig mondom neki, hogy igyekeznék, de tudod, soha nem az az érdekes, hogy ugyanúgy csináljam meg, hanem hogy annyira szeresd enni, mint most. Nem biztos, hogy pont úgy van benne, mert ha éppen nem kaporral csinálom, akkor lehet, hogy a petrezselyem is jó. Szóval kis változtatásokkal, de szoktam kísérletezni. De nem, volt, hogy nem sikerült, persze volt, hogy odaégett. De ez is a kaland része. Tehát az, hogy kaptam talán 10 napot a kiadótól, a parkiadóról beszélek, Rokrica Andrásról, 10 napot, hogy ezt az első könyvet képpel, mindennel összerakjuk. Jó, te jó Isten, nem is emlékeztem. 10 nap. Arra, hogy a parkiadós, amelyik nekem nagy kedvencem, hiszen osztálytársam volt a kiadó. Tulajdonosa egyrészt, más azt se tudtam, hogy 10 napot adtak arra, hogy összerakd a... Hát igen, és 130 étel. Úristen. Tehát jó, nem egybefüggő, tehát mondjuk hétfőn főztem, szerdán főztem, pénteken főztem. De akkor legalább 4-esével. De kedden és csütörtökön be kellett vásárolni, és elő kellett készíteni. Úgyhogy igen, de ebben is van egy nagyon jófajta izgalom, hogy és elkészülni. Neked ilyen struktúrált agyad van, hogy akkor összeállítasz benne 4? Hát igen, mert szerintem ez egyébként nem automatizmus. Vannak ilyen emberek, meg olyan emberek, mert én például nem tudom rendesen átgondolni, hogy akkor most mit főzök, és ahhoz mi kell, és 4-5 napra valókat összevásárolni egyszerre, koncepció szerint, és gyorsan nagyon végezve. Nagyon nagy segítség, Kati, egy papír, meg egy toll. Őrületes segítség. Nem igen. Tudom, mondta el neked ez bárki, de ha ez egy novum, akkor én ajánlom neked. Nem akarok én erre olyan nagyon rágyúrni, hogy ez nekem nagyon menjen. Hát nem tudom, mit nyersz, vagy mit veszítesz. Tehát, hogyha ha tudod, akkor azért szerintem az egy nagy segítség, mert nem kezdesz el káromkodni, hogy a tejszín kimarad. Igen. Szóval ismerem ezt az érzést, ennek ellenére pedig én fel szoktam írni. De hát ez is egy kihívás, mert mi van, ha nincs tejszín? Aha, és akkor hogyan lesz? Esetleg tejföl? Még valami mással. Aha. Szóval nem tudom. Azt gondolom, hogy rugalmasnak kell lenni. Csak a néző kedvéért mondom, hogy egyszer véletlenül natúrjoghurtot küldtem bele a tejszín helyére. Hát nem ugyanaz a két ízvilág, ez kétségtelen, de tök jó volt. Tehát, hogy keletkezett egy új fajta étel. Hát attól függ, hogy miről van szó. De egyébként az... Már nem tudom megmondani, barátság. Egyébként nagyon szívesen megmondanám, mert tudom, hogy ehető volt. Csak az egyik savanyú, a másik meg inkább édeskés, és más a konzisztenciája mind a kettőnek. Mindegy. Szóval igazából nincs olyan nagy gáz, hogyha az ember össze-vissza alkot. Igen, de hát ez tényleg a te ízlésed, ha szeretsz enni,
És körülbelül tisztában vagy az ízekkel és a konzisztenciákkal, tehát hogy milyen típusú anyagokkal kezdesz el valamiféle kalandba vágni, akkor azért olyan nagyot nem tévedhetsz. De te tudsz szépet főzni, és ahhoz, hogy valaki egy... Szépet mit jelent? Hát az, hogy jól néz ki a kaja, mert én például csomó mindent jól megcsinálok, és nem néz ki jól. Ez a ronda vagyok, de finom kategóriá. Mert túlfőzöd, vagy mit csinálsz? Nem tudom. Tehát olyan igen, túlfőzöm meg. Szóval csúnya lesz, az a lényege. Neked meg minden szép volt. És hát, mondjuk hát a fényképen? Ja, igen. Ilyen mind modell alkat. De szóval egy ilyen könyv elkészítésénél például, hogy mi hogyan fog kinézni, és hogy ezt hogyan lehet... tálalni. Ezt nem hittem, hogy a könyvről fogunk hosszabb beszélni. Nem is akartam, de hogy például, van még idő. De hogy például egy mákos guba, hogy ez mennyire nem fotogén. Tehát, hogy ezek, hát igen, mert gondoltál, hogy olyan nagyon kifli darabok? Hát még csak fekete, sok mascarpone, de hogy fekete, tehát hogy miben tudsz lefényképezni egy mascarpone-t, egy mákos gubát, vagy hogy mi történik a húslevessel. Miért az? Hát mert hogy ábrázolod a húslevest? Mi aztán hoztunk egy döntést, és az egy nagyon szép tálban, egy átlátszó folyadék. Aha. És arra gondoltam, hogy muszáj, hogy legyen annyi hitelem, hogy elhiggyék, hogy ebbe bizony benne főtt egy másfél kilós lábszár, és benne volt a zöldség is. De nem akartuk nyersen megmutatni, hogy beleszurkálod a nyers hús mellé a zöldségeket, aha, és akkor ez egy kép rólam, mert az nem ilyen volt az egész könyv. Úgyhogy azért az sok fejtődést okozott, igen, hogy ezt hogy lehet megoldani. Ahhoz képest, hogy valóban ez egy játék volt, már le is szállok róla, mert kicsit túl sokat beszéltettelek, meg ráadásul semmi aktualitása nincs. Ez a jó, kapni. Hogy nem 12 év, de hogy 9, szóval. Igen, de az egész onnan indult, hogy mit lehet csinálni karantén, vagy nem tudom én, ilyen fékezethabzású színészet idején, hogy akkor például lehet könyvet írni, lehet nem csak szakácskönyvet írni, hanem lehet a pályádról is könyvet írni, vagy ilyen fajta ihletettség sosem jön rád? Azt ne veszély nevő, tehát azt nem mondanám, hogy sosem, de eddig biztosan nem. És a szakácskönyv is olyan, tehát ez a kettő, ez tök jó volt. Ha valami nagyon izgalmas eszembe jutna, akkor úgyis megcsinálnám. De most egyelőre nem ez volt a feladat. Tavaly a karantén ellenére, tehát a naptár évben 5 bemutatón volt. Tehát nagyon nagy szerencsém volt. Azzal, hogy most ősszel, amikor újra kezdtünk, jött az öreg hölgy, jött a kő, és utána most még a pillangók szabadok. Tehát így szerencsém volt azzal, hogy olyan kiegyensúlyozottan jelen lehettem. Elfoglalt voltál színésznőként, igen. És most jön a tavasz, kell egy kicsit a kertben kapálgatni. Tavaly elkezdtem mindenféléket ültetni, mert nagyon... élveztem, hogy egyszer csak a semmiből lesz valami, ez fantasztikus nézni, és fantasztikus utána learatni. Igen, az nagy boldogságot okozott. Mindenki elkezdett vagy kenyeret sütni, vagy kertészkedni, akinek milyen volt. Nekünk a kertel nagy szerencsénk volt, úgyhogy kell egy kicsit kapirgálni a kertben, és kell menni edzeni, és újra meg kell tanulni azt a rengeteg szöveget, ami egyszer csak újra elő fog keveredni. Úgyhogy, és az egyébként egy kellemes elfoglaltság neked? Tehát, hogy szeretsz szöveget tanulni? Még a korom ellenére még elég gyorsan tanulok. És azt gondolom, hogy ez nagyon sokat segít abban, hogy van egy módszer, ami szerint tanulok, és ez egyelőre még működik, és bevált, de félnék elengedni, tehát nem engedném az utolsó pillanatra, hogy majd amikor ott egyszer csak kell, akkor kelljen elővenni, hanem szeretném szinten tartani, és trenírozni magamat, hogy ez ne okozzon problémát. Ne azzal kelljen eltölteni az időt, hogy a szöveget próbálom valahogy visszakaparni a fejemből, hanem mehessen minden. Mindenképpen megkérdeztem volna, de azzal, hogy elkezdted beidézni azt, hogy tavaly milyen nagy éved volt, és hogy milyen sok... Sok szerepet, sok bemutatód volt. Hát azért volt tavaly egy nagy éve a Víg Színháznak, egy nagy helyi forradalma, amiben te szokásodtól eltérően szerintem szerepet vállaltál, vagy legalábbis én nem vettem észre, mert mi privátim ismerjük egymást sok éve, elég sok éve, hogy
neked mindenről volt a közéletben véleményed, és azt nem is átallottál határozottan képviselni társaságban. De egyáltalán nem az az alkat voltál, aki kifele mikrofonokba beszél, vagy előlép a nyilvánosság elé akkor, hogyha nem az aktuális színdarabbal kapcsolatban kérdezik, hanem a színházi ügyeket nem hoztad ki a nyilvánosság elé. Eszenyi Enikőnek az újraválasztása, az új pályázata, az pedig megtörte ezt a viselkedés formádat, és azzal előálltál. Hát azért nem magam találtam elő, hanem hát a helyzet találtál elő, megszavaztak. Ja, hogy képviselted a közösséget, azt én értem. A társulat szavazata alapján én kaptam ezt a megtisztelő feladatot, hogy a társulatot kellett képviselni ebben az igazgatóválasztásos helyzetben, ami hát nagyon, nagyon kemény volt, és nagyon... Nehezedre esett? Képviselni a többieket egyáltalán nem. Ezt a helyzetet jól kezelni és viselni, az nagyon nehéz volt, és nagyon próbára tett. Én nagyon próbáltam igazságos lenni ebben a szituációban, és nagyon nehéz volt ezt megtenni. Én úgy gondoltam, hogy ha nekem a többiek véleményét kell képviselnem, akkor nekem tudnom kell ehhez a többiek véleményét. Vagyis a társulatnak tudnia kell, hogy kire fog szavazni, melyik igazgatójelölt áll a többség szívéhez közel, és nekem azt kell képviselnem. Teljesen mindegy, hogy én Hegyi Barbaraként mit gondolok a pályázókról. Ha ez egy társulati egy szavazati lehetőség, akkor ezt nekem meg kell tudnom. És ez nagyon nehéz volt, mert az igazgatóság minden áron akadályozta ennek a megismerését. Nagyon, nagyon keserves volt. És utána, tehát végül is, a gravitáció, végül is az az egy szavazat az megszületett, és én azt képviseltem a pont egy évvel ezelőtt, 11-én, március 11-én volt az igazgatóválasztás, én ezt akkor képviseltem is. És aztán elindultak az interjúk, elindultak a különféle megnyilatkozások, és aztán végül oda jutott, hogy az igazgatóasszony lemondott. Igen, és nem pályázott újra. Hogyha ez egyébként nem kerül a nyilvánosság elé, akkor szerinted ugyanez lett volna a végeredmény? Tehát, hogyha a társulat, csak a társulat ellenzi azt, hogy újrainduljon, és még hát szerintem az egy nagyon fontos jelzés. Ki, akkor... Az egy nagyon fontos jelzés, hogy egy társulat, és azt szerintem jogos 5 évente megadni azt a lehetőséget, hogy az ott dolgozók megnyilvánulhassanak. Ez ahhoz, hogy egy egészséges légkör működjön egy színházban, az egyszerűen elengedhetetlen. Nagyon sok ember hagyta el a színházat, nagyon sok kiváló színész, kiváló alkotó, kiváló munkatársak mentek el, mert csalódottak voltak, és mert úgy gondolták, hogy ebben ők tovább nem tudnak együttműködni. Ami nagyon sajnálatos, és nagyon... tragikus volt abban a helyzetben. Én magam is azt gondoltam, hogy ha ez így megy tovább, akkor ezt nem fogom tudni így csinálni. Annak ellenére, hogy a Víg Színház a második otthonom, és nagyon hittem abban, hogy ez tök jó lesz, és a legjobb színház vagyunk. Csak te vagy itt, ezért tőled kérdezem, ti nem próbáltátok meg, te, aki tudom, hogy beszélő viszonyban voltál hosszan Eszenyi Enikővel, meg a többiek, vezetőművészek nem próbálták meg őt eltéríteni attól a metódustól, ami végül is a vesztélybe vezette? Ezt mindenki megtette a maga módján. Tehát próbáltatok egyesével bánni vele? Egyesével, de azon kívül volt úgynevezett művészeti tanács, egy pár percre megalakult a színházban, és a művészeti tanács is próbált ráhatni, de ezek nem, tehát hogy nem találtak meghallgatásra. És hogy mondjam, tehát csak egy vak nem látta, vagy egy süket nem hallotta, hogy ez milyen, tehát azért szerintem annál több jelzés nem kell,
hogy elmondjuk, jelezzük, és egy csomó ember felmond. Szóval szerintem onnan azért analfabétának kéne lenni, hogyha abból nem veszed le, hogy ez nem oké így, tehát hogy nem jól tolerálható. És ez egy közösség, ez egy nagyon, tehát a színház az emberekről szól, az emberi szövettel foglalkozunk. Nagyon érzékeny, nagyon... Itt nem arról van szó, hogy Borsószem király kisasszonyok éldegélnek együtt, és nem lehet így vagy úgy beszélni velünk. Mindenki pontosan tudja, hogy mi az, amikor a színpadon elhangzik valami egy próba közben, és mi az, ami tolerálható, és mi az, ami nem. Úgyhogy végül is ezt a dolgot lezártuk, és most, ami szerintem egy nagyon fontos mérföldkő, mind a Víg Színház, mind talán a többi színház életében is, hogy most... Az igazgató, a Biztonságos Terek Alapítvány szakértői és ügyvédek létrehoztak egy etikai kódexet, ami a Víg Színházra, de általában a színházban erről nem való, is hallott. Mert ez most készült, és ez tulajdonképpen, ez mindannyiunknak célja is volt, hogy legyen egy ilyen konklúziója ennek az elmúlt időnek, mert... Ez érdekes, amit mondasz. Szerintem ez egy fontos dolog, és nem volt. Mert valahogy evidens volt, hogy egy színházban hogyan kell viselkedni, hogyan bánunk egymással. Voltak anomáliák, mindig voltak anomáliák, mindig ez egy kényes egyensúly volt, de azt lehet mondani, hogy ilyen típusú feszültség talán nem volt soha még. Vagy a Víg Színházon belül biztos, hogy nem. És ez nagyon jó, hogy van egy ilyen alapvetés, amit szépen be lehet rakni a szekrény aljába, és soha az életben ne kelljen elővenni. De ha véletlenül mégis szükség van rá, akkor az minden pontra kiterjed. Az abúzusnak, a szexuális abúzus, a verbális abúzus, a hatalommal való visszaélés. Tehát, hogy ne kelljen, ez egy színház, előadásokat kell csinálni. A lehető legjobban, legnagyobb összetartásban, mindenhol, az adminisztráció, a nagyon műszak, fiatal mindenki. Vagy, de azért viszonylag tapasztalt színésznőnek számítasz. Amikor a pályádat elkezdted, akkor más volt a hang, nem? Vagy automatikusan vettétek tudomásul, hogy egy másik világba a civil élethez képest, egy más világba, egy más norma rendszerbe, egy más közlekedési rendszerbe kerültök bele fiatal színészként, akár már főiskolás korotoktól kezdve. Tehát, hogy a színész és a rendező kapcsolata, a beszédmód, a viccelődések hangneme, a büfé hangulat, hogy ezekből együtt adódik ki, vagy a próbán való nagyon kemény bánásmód. Hát ezekből csipetkéket a színművészeti főiskola, mert még főiskolára jártál, az is már adogatott, vagy bele lehetett szagolni. Hogy tök más volt akkor, és most hirtelen eldurvult, illetve nem hirtelen, hanem lassan olyanba durvult el, amitől egyszer csak napvilágra került a Me Too és az összes abúzus, és nem tudom. Hirtelen átfordult abúzusba, ami hétköznapi bánásmód volt korábban, csak megelégeltétek? Nem. Történt valami? Én azt gondolom, hogy túlment egy határon. Hogy emberek mentek túl egy határon? Igen. Én azt gondolom, hogy az omnipotencia, hogy ezt is meg lehet tenni, ezt is megengedhetem magamnak egy szent cél érdekében, ez egy nagyon vékony... Bárkiről beszélhetünk. Marton Lászlóval kapcsolatban nem voltak olyan... A közbeszéd legalábbis nem arról szólt, hogy a rendezés közben úgy érintkezett a színészeivel, hogy az abúzusnak volt felfogható. Erről nem hallottam soha. Nem. Gotár Péternél hallottam ilyenről, és ott a szent cél egyébként, amivel én szembesültem nézőként, az én nem látom, hogy mi történik a próba folyamat alatt, de általában lenyűgöző volt az eredmény. És ez így is van, mert mi is, tehát mindenki, színész, rendező, fodrász, öltöztető, mindenki, aki a színházban dolgozik, egy cél vezeti, a produkció, az előadás. És mit kell ennek fejében elviselni? De ez, hogy mit kell elviselni, az nem mehet át egy határon. Tehát, hogy az szerintem mindenki, aki erre a pályára lép, és ebben él és dolgozik, akár a metakommunikáció, akár a személyes
jelenlét, pontosan tudod, hogy ez az, ami még oké, és ez már nem. És akkor nem szólsz? Nagyon, nagyon ki vagy szolgáltatva, hiszen a legjobbat akarod, és ezért egy színész egy csomó mindennek aláveti magát. És de aztán azt mondod, csak hogy pontosan tudod, hogy ez már nem, akkor nem csak vagy a környezet, vagy a környezet azt mondja, hogy meg vagy őrülve. De közben, szóval ez nem egy fekete-fehér dolog. Itt muszáj egymást érteni, érzékelni. Ez neki már sok, ezzel én nem segítek rajta, ezt nem csináltathatom meg vele. Van egy másik ember, aki meg hát igen, kéri, most az hogy... abuzáló oldaláról de... mondod azt, hogy kell érezni, hogy ezt már nem csináltathatom meg ez vele, nem, akár nem. Mi is a célom. De közben te, mint elviselő, mint színész, miért nem mondod azt, hogy hátrább az agarakkal? Ne szólj így hozzám, ne nyúj így hozzám, mit képzelsz? Miért nem mondod? Az már vérmérséklet kérdése, hogy ott helyben, hát van, vagy amikor, három perccel van, később, utána, vagy igen, tehát négy mondjuk, szem közt, vagy nyilvánosan, ez erre nem... Ezek szerintem mindenki tanulja. Mert egyébként minden munkahelyen szólnak hülyén az ember. Ez így van, ez nem csak a színházban hát, van így. Igen. És hát, hogyha ha engem az megsért, akkor odavágok, nem tehetek csak most. Ez egy, csak itt, tehát, hogy itt... Mindenütt van kockázat, hogy és akkor esetleg nem engem bíz meg a következő anyagot, nem én csinálom. Hát ez, hogy ne lenne? Ez igaz, csak te, amikor kimész a színpadra, a teljes felület, és te vagy ott. Nem egy ceruza, egy papírral, nem egy csavar, egy kalapáccsal, hanem te vagy ott a teljes idegrendszereddel, mindeneddel. Tehát inkább azt mondanám, annélkül, hogy pluszokat szeretnék a szakmának, de mégis ez egy kitettebb pálya. Tehát ha én rossz idegállapotban vagyok, az nekem mindenemen látszik. Biztos, hogy az írásban is megjelenik, de nem hogyha olyan... Hát de sebész rossz idegállapotban van, igen, nagyon tehát, erősen igen, megbánja igen. Az, aki alatta fekszik az asztalon például. Igen. Szerintem minden foglalkozásnál van. Én nagyon tisztelem a színészeket, mert lenyűgöző az a három óra, amikor éppen jól sül el a dolog, és én nagyon katartikus élményekben részesülök, de nem értem azt a kitettséget, kiszolgáltatottságot, hogy ez miért másabb neked, mint az én férjemnek, aki a műtőasztalnál áll, vagy nekem, akit élőadásba kapcsolnak, és nem szabad azt mondanom, hogy dögölj meg, Szerdán, mert ezt szeretném mondani. Oh. Érted? Tehát, wow. mi a teljes idegrendszeremmel, teljes felületemmel, a bőrömet viselem, hány ember viszi igen, a bőrét mindenki. A kalausztól a izé, igen, az orvosi és akkor erre azt lehet mondani, és velük se beálljanak úgy. Hát abszolút. Igen, tehát, hogy próbáljuk meg a humanizmus jegyében bánni a másikkal. Teljes mértékben. És ez vonatkozhat egy sebészre, ez vonatkozhat egy igen, és azt nem lehetne esetleg megtanítani nektek, mármint színészeknek, hogy ne viseljétek el, csapjatok oda. Azt nem lehetne? Azért mondom, szerintem mindenki tanulja, és őszintén szólva, mint művészeti tanács, el kellett olvasnom ezt az etikai kódex tervezetet. De ez tök jó egyébként, hogy ez egyáltalán létrejön igen, egy ilyen, mert és tényleg nagyon fontos is, de hát látszik, hogy azért ezen, tehát hogy ez mennyiszer történt. Igen, és még mennyiszer fog történni. Hát vagy nem. De észrevettél valami kis változást? Persze nem volt hol észrevenni. Azt akartam volna megkérdezni, hogy amióta lementek ezek az abuzálós ügyek, meg az Eszenyinek tulajdonképpen a kifütyülése. Tehát egy évvel a nagy történések után más-e a próba folyamat, a levegő, az egymás közötti interakció a színházban, de közben hát nagyon nehéz tudni, mert most egy igazán rendkívüli helyzetben vagyunk, de azt gondolom, hogy ez a fajta feszültség mindenképpen oldódott, és hát egy társulatot kell építeni, egy együtt dolgozó, együttműködő társulatot, ahol nem gyomorgörcsel mennek be az emberek dolgozni, bármelyik poszton is működjön. Szóval szerintem ez egy fontos lépés volt, és nagy kár, hogy így alakult, de ez mármint, egy olyan... Nagy kár, hogy Eszenyi nélkül alakult. Nem, mármint, hanem az, hogy egy ilyen szélsőséges pontra kellett eljutni, hogy ez megváltozzon.
Ez mindig rengeteg sérüléssel jár, pro és kontra, és végül is nem sikerült pontot tenni az íren, mert a főváros bár lefolytatott egy vizsgálatot, mert szüksége volt, mert akarta hallani a véleményeket, és mi azt hiszem a színházból, nem is tudom, 400-an írtuk alá, hogy nézzék meg, hogy ez helyén való volt-e, ami kérelmünk, hogy ezt valaki szakember nézze meg, hogy jogosak-e a mi felvetéseink Enikővel kapcsolatban. Végül is ez nem sikerült 100%-osan megoldani. Ja, hogy becsukták az aktát, mert a dolog elintéződött. Hát, és igen, végül is ők írtak. De mit vártál volna, egy állásfoglalást vártál volna, hogy így nem lehet viselkedni? Tehát, hogy kapjon egy hivatali megrovást a rosszul vezető vezető? Szerintem csak annyit, hogy ezek a panaszok, ezek jogosak voltak. Hát de nyilván azok voltak, mert okay. Az élet bemutatta, nem, hogy jogos. Jó, csak nagyon rossz vagy belemenni egy ilyen történetbe, hogy te... Hogy önként mondott föl, és nem azt mondták neki, hogy ne legyen már, legyen olyan kedves, ne legyen már többet színházvezető. Hát vagy egy bocsánat, vagy az, hogy sajnálom, hogy ennyire elszaladt a dolog. Nem tudom... Sokan úgy éreztük, hogy ez nincs igazán lezárva, és az etikai kódex nagyon jó, hogy megszületik. Nagyon jó, hogy egy tisztább dolog felé halad az egész, de az etikai... ez mindenkit nagyon megviselt. Aha. Az etikai kódexnek van szankciója, az etikai mindene van. Elírások megszegése az... Mindene van, és az ártatlanság vélelme is van természetesen. Tehát minden oldalról vizsgálja. Még nem volt ilyen. Ami egyébként furcsa, hogy egy ekkora intézményben, mint egy színház, ahol nagyon sokféle ember dolgozik, műszaktól, az adminisztráción keresztül a művészekig. Tehát nagyon sokféle ember, tehát sok érzékenység, mint a sebészeknél is, hogy az jó, hogy van egy ilyen leírat, ami, mondom, az a jó, hogyha nem kell használni. Mert alapvetően tudjuk, hogy kell bánnunk egymással. Persze, csak én meg és nem kéne kiterjeszthető, mármint, hogy ez nem a Vix Színházra vonatkozó etikai kódex, hanem a szakmára vonatkozó általános eljárási javaslat, hogy hogyan érdemes működni színházon belül. És egyébként az is felmerült, hogy mitől kéne, hogy egy gyerek, hogy egy frissen végzett pontosan tudja, hogy mi történik egy színházba, ha bekerül. Mitől kellene tudnia egy díszítő fiúnak, hogy ha bekerül a színházba, hogy ott milyen elvárások vannak vele szemben. Tehát a színház azt is megfogalmazhatja, hogy a mi falaink között mi az, ami elvárható viselkedésmód, hogy hogyan bánsz a másikkal, a vallását, a szexualitását, a színét, a bármiét. Uh-huh. Ezen túl a színház egy másik ügy. Jó. Ez tök jó. Tudod, milyen nap van? Csütörtök. Március 4-e. És az miről híres? Hát sok mindenről, de például az én férjemnek, és az édesapámnak a születésnapja. Na, éppen ezt akartam mondani, hogy képzeld el, tegnap, amikor kotoráztam utána, és hogy jól rosszul jegyezzek meg adatokat, akkor láttam, hogy március 4-e a te papádnak a születésnapja, meg hogy az Oráné, és hogy te egyáltalán nem találkoztál az apukáddal, mert hogy 3 hónapos voltál, vagy 4 hónapos? Amikor meghalt, igen. Meghalt. És egy pár, hát amikor megszülettem, látod, de aztán 16-án születtem, és ő 20-valahányadikán rosszul lett, agyvérzést kapott, és onnantól kezdve gyakorlatilag kórházban volt, amíg meg nem halt. Ja, azt nem tudtam, hogy ez ennyire drámai, hogy már, mert hogy te januári vagy, azt meg onnan tudom, mert én is. Mert mi mind régi bakok. Körülbelül egy tájban születtünk, csak te sajnos. Hagyjuk rémisztően később. Miért ragaszkodsz ezt? Mindegy, csak a rend kedvére, hogy nehogy azt higgye valaki, hogy azzal akarok páváskodni, hogy veled vagyok egykor, sajnos nem. De hogy ezt az egészet azért hoztam szóba, hogy azt hittem, hogy azért csecsemőként a papádnak volt veled kapcsolata, de ezek szerint... Ennyi, egy pár nap, tehát 3-4 nap, és kész.
És nagyon, nagyon Hegyi Barnabás jegyében telt a te szakmai készülődésed? Tehát, hogy... Ez mit jelent? Hát úgy, hogy tudtad, hogy egy híres operatőr volt az apukád, és az meghatározta, hogy te is színésznő akarjál lenni. Tehát volt ilyen módon szerepe az életedben? Hát nálunk ez pont fordítva volt. Ugye az anyám a filmgyárban dolgozott, mint díszletépítés, bevitt 4 évesen, körbe mutatott, és azt mondta, hogy jól néz körül, ez az, ahol te soha. És egész... Ennyire pártolta volna a te nagyon gyorsan meghatározta a gondolkodásmódot, illetve mindig elmondta, hogy az apám a színészekre mondta, hogy igen, a mozgó felület, a fényvisszaverő felület, a mozgó kellék. Szimpatikus fiú, igen. Hogy ezeket mondta az apám az adott művészről. Nyilván a humora remek volt, illetve azt remélem így utóbb. Igen. De tehát, hogy ez nem hiszem, hogy az játszott volna igazán közel, hogy az apám nem. Jó, hát sajnálom. Szeretted volna, azt mondom, és az apukám egy híres operatőr volt. Lírai véki fejlett, amit most itt lábbalt. De az nagyon kevés lenne, hogy azért akarnék színész lenni, vagy azért akartam volna színész lenni, mert az apukám egy nagyszerű operatőr volt. Az azért egy picit kevés ahhoz, hogy elindulj ezen a pályán. Jó, aztán hozzácsipkettél még más impulzusokat is. Nem zárta volna ki, csak gondoltam, alapnak jó lett volna. De ha nem, hát nem. Sajnálom, igazán sajnálom. Az a baj, hogy most ott lobog a piros, vagy mit csinál, pulzál a piros óra. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy benn voltál, és nagyon remélem, hogy valóságosan, rendesen nézőtérről foglak megnézni az öreg hölgyben, meg minden másban is. De mondjuk én arra gyúrok, mert azt... Jöjjön el minél előbb ez az idő. Úgy legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen a figyelmet, Hegyi Barbara remélem látható lesz tényleg teljes életmentságban felületen, minden színpadi felületen, és önökből meg valóságos néző, téri néző lesz, és nem stream néző, és egyébként jégbüfé meg az lesz a jövő héten is, viszontlátásra.